A világ összetettsége, bonyolultsága mindig is elbűvölte az embereket. Érdekes, hogy mégis csupán néhány száz éves az a felismerés, hogy a jelenségek hátterében lévő törvényszerűségek megismerhetők. Hogyha értelmes kérdéseket teszünk fel, hogyha kísérletezünk, hogyha az ismereteinket rendszerbe foglaljuk, és ahol lehet, megpróbáljuk lefordítani azokat a matematika nyelvére. Horoszkópok, földön kívüliek, káros földsugárzások és vízerek, vízzel hajtott autók, gyógyító ásványok. Fantasztikusan érdekes elképzelések arról, hogy hogyan is működik a világ. A kérdés az, hogy a felsoroltak közül vajon melyik állja ki az ellenőrzés próbáját? Melyik igaz, melyik tévedés és melyik a becsapás? Hát ez nehéz kérdés. A válasz néha pofon egyszerű. Néha egészen lehangoló, máskor pedig rendkívül bonyolult. Minden esetre a válaszhoz vezető út az legtöbbször fantasztikusan érdekes. Micsoda álom volt, képzeljék, ufók, nem is mondom. Nincs is annál rosszabb, mint amikor az ember reggel kételyekkel telve ébred. Például, vajon talál ma vizet a kútfúró? Mi a bánatot csinálhat ez a mágnes a gázkazánnal? Lehet, hogy az autóm kevesebbet fogyaszt a szomszéd által javasolt adaléktól. Most higgyem el az asztrológusnak, hogy már megint pocsékhetem lesz. De hát az ember az ilyen. Szeret megbizonyosodni a dolgokról, pláne, hogyha sokan esküsznek rá, sokan meg egyszerű szemfényvesztésnek gondolják. Ho-ho-ho, itt van a vízért kereső ember, mindjárt beengedem. Jó napot kívánok! Fiat Sándor vagyok. Köszönöm. Igen. Na hát ez a kertem, ide álmodtam én egy kutat, de hogy hol igen, kell fúrni, azt ön tudja legpontosabban. Hát megnézzük mindjárt, mik a lehetőségek. Itt lesz egy tér, itt kereszt irányba megy a telken, valahogy ez az egyik széle neki. Egy elektromágneses sugárzást gerjeszt a vízér. Azt lehet érzékelni. Egy úgynevezett vízér kereszteződésre célszerű a kutat kimérni. Ez vízhozam szempontjából dupla vízmennyiséget jelent. Most azt mondja, hogy van így egy vízér. Egy vízére. Kéne találnunk valahogy erre merőleges. Találni kéne rá egy merőleges vízeret, vagy egy 45 fokba ráérkező vízeret. Segítek. Ezt az eret mindjárt meg is előjük itt, ezt a hosszú irányút. Tehát nagyjából ide képzelt el a kutat? Hát itt jó. Vagy nézzünk errébb is itt körülmény. Jó helyen volna az alsó kertben, örülnék neki, hogyha itt lehetne fúrni. Épület alatt átfut ez vízér. Uh-huh. Az jó nekem? Hát nem igazán. Ilyen hosszabb alvás egy ilyen vízeres területen elég ilyen sejtburjánzást okozhat a szervezetbe. Amikor az ember házat épít, akkor is ki kéne kérni a hát valamikor egy házépítés úgy kezdődött, hogy kimérték, és a házat a vízérekről levették. Például egy üres szobába egy macskát beteszünk, az biztos, hogy a vízére fog lefeküdni. A kutya meg elkerüli. Oda célszerű az ágyat is tenni egy szobába, ahol a kutya lefekszik. Most már kirajzolódik, kell még hát úgy néz ki, hogy tehát ez a hosszirányú ér és ez a keresztirányú, ez itt keresztezi egymást valahol. Ennek az oszlop kalónak a közelébe. Tehát itt lenne célszerű meghúrni a kutat. És ön ezért kezeskedik? Idáig még megvolt mindenhol a víz, tehát 100%-os eredménnyel. Hát akkor erre kocintunk, remélem hamarosan és kútvízzel. Addig is engedjenek meg egy kis vizes kitérőt. Rendszerint feltűnik a hírekben,
hogy nem csak felfedezték, de meg is alkották minden autós álmát, egyben az olajlóbi rémálmát, az abszolút környezetbarát vízzel hajtott autót. Azért előbb-utóbb rendre bebizonyosodik az is, hogy ez még nem működik. Mert nem is működhet. Az elv egyszerűnek hangzik. A vízből hidrogént kell fejleszteni, és aztán az autó motorja a hidrogént elégeti és ismét vízzé alakítja. Csak hogy van itt egy kis bökkenő, az energia megmaradásának törvénye. Ugyanis nem lehet kevesebb energiával elbontani a vizet, mint amennyi energia felszabadul a hidrogén égetésekor. Tehát ez azt jelenti, hogy 100%-os hatásfokot feltételezve, ami persze a természetben nincs, az autót lényegében ugyanaz az energia hajtaná, amit már korábban a vízbontásakor befektettünk. Tehát azért tegyünk egy próbát. Ez persze csak vicc volt, ne tessenek megijedni, nem töltöttem vizet a tankba. De ha már kívül-belül lemostam az autót, induljunk el és nézzünk egy életszerű példát. Hát, ha vízzel még nem is működik, legalább fogyasszon keveset, és menjen nagyon jól. Azt hiszem, ez a két kívánság előkelő helyet foglal el az autós vágyak toplistáján. És ha tényleg volna olyan szerkezet vagy adalék, amivel jelentős fogyasztáscsökkentést lehetne elérni, vagy teljesítmény növekedést, esetleg mind a kettőt egyszerre, az minden autós álma volna. Az internetes áruházakban hatalmas a kínálat ezekből a termékekből, hogy hogyan és mennyivel csökkenhet autónk fogyasztása, hogyha beszereljük, beöntjük, hozzáadjuk, tehát valamiképpen használjuk ezeket a gyártók által sokat ígérő kütyüket, folyadékokat, tablettákat. Rengeteg a kérdés, azonban itt a Közlekedéstudományi Intézet jól felszerelt laboratóriumában vélhetőleg választ is kapunk ezekre. Kiválasztottam hát az egyik ígéretesnek tűnő adalékot, amiről egy kicsit szeretnénk többet megtudni, mint ami a flakonon áll. 10%-os üzemanyag megtakarítás, és emellett mintegy 10%-os teljesítmény növekedés a motornál. Hát azért ez nem kevés. A járművel egy kicsit több mint 10 kilométert futunk egy ilyen ciklus alatt, és eközben az összes kipufogó gáz gyűjtésre kerül, és a minták kerülnek elemzésre, analizálásra. Mert a kipufogó gáz mintából vissza lehet számolni, hogy mennyit fogyasztott az autó? Igen, és ez a szén egyenérték egy számítási lehetőséget ad arra, hogy milyen szén hordozó ment be, mint tüzelőanyag a járműben. Na jó, de hát most bárki gondolhatja magában, hogy hát most éppen ennyit fogyasztott az autó, egy mérés az nem mérés. Az alapszempontunk az minden egyes ilyen minősítésnél, hogy legalább a nélküle, vele és újra nélküle hármas mérés megvalósuljon. Tehát először egy alapállapota a járműnek, aztán belejön az anyag, vagy a készülék, vagy amit éppen minősíteni akarunk, és a végén, mikor kiszedték belőle az anyagot vagy készüléket, vissza kell ellenőriznünk, hogy visszajöttek eredeti állapotai a járművünknek. Látom, ilyen nagy zsákokba gyűjtik a mintákat. Hova kerül aztán a minta? A leszívott gáz minta kerül az elemzőbe, és az elemző a digitális rendszerbe megadja az egyes gázkomponensek értékét. Akkor ezt nagyon egyszerűen lefordítva, tehát itt a kis autóm, először is nélküle, aztán vele, aztán megint nélküle, és meglátjuk, hogy mi történik. Az első ciklusnak itt van vége, tehát megnéztük, hogy mennyit fogyaszt az autóm. Most pedig hozzáadjuk az adalékot, és innen aztán két út lehetséges. Ha nincs szignifikáns változás a fogyasztásban, akkor ennek a kísérletnek itt van vége. Ha viszont van, akkor vissza kell mérni, és megnézni, hogy visszakapjuk-e az eredeti fogyasztási értéket. És itt van az adalékkal végzett mérés jegyzőkönyve is.
Egészen jól értékelhetők ezek az adatok, mert például az átlagember az rögtön a fogyasztást nézi, a fogyasztás az szinte hajszál pontosan ugyanannyi, 6,58, illetve 6,59. De paraméterenként is nézhetjük, ami CO, tehát szénmonoxid vonatkozásban egy hajszálnyi pluszt hozott, a szénhidrogén érték szinte ugyanaz, a nitrogénoxid nagyon azonos, és a széndioxid, amire épül a fogyasztás számítás, az ugyanaz. Akkor mindent összevetve rövid távon van-e hatása az adaléknak? Gyakorlatilag itt kimérhetetlen volt a hatása. Hoppá, sok pénzbe kerül, kimutatható hatása pedig nincs. Nyitva marad viszont még a hosszú távú használat eredménye, mert egyfajta tisztító hatás még elvárható a csodaszerünktől. Nem hagyott nyugodni ez a kérdés. Ezért felkerestem Veszprémben a Pannon Egyetemen a motorhajtóanyagok nemzetközileg is elismert szakértőjét. Ráadásul annál a műszertoronynál beszéltünk meg találkozót, ahol a hazai üzemanyagok és adalékok tesztelése folyik. És most lépjünk be az egyetem boszorkány konyhájába. Tanár úr, egy adaléktól vagy több adalék együttesétől várhatjuk azt, hogy egy motor jelentősen kevesebbet fogyasszon és mondjuk növekedjen a teljesítménye? Általában a kőolajfinomítók olyan adalékcsomagot, tehát többféle adalék elegyét használják, amelyek ezt a lehetőséget kihasználják. Éppen ezért utóadalékolást nem javasolok senkinek. Nem biztos, hogy az adalékok összeférnek, és akkor komoly problémát okozhatnak, és az esetleges műszaki károkért a felhasználó a felelős, a másik pedig a kőolajipari vállalatokkal garanciával előállított motorhajtóanyag esetében, ha a motor meghibásodás vagy egyéb problémák jön fel, akkor ők teljes kártalanítást vállalnak. Hát akkor ez egy rázós kérdés, mert a próbapadon azt mondták, hogy 2-3% az tulajdonképpen nehezen kimérhető. De ennyi. Ennél többet nem lehet elérni. Hogyha mérhető hatást nem is sikerült kimutatni, azért csak érdekelne engem, hogy miért került ez a flakon 12.000 forintba. Úgyhogy irány a laboratórium. Rábukkanunk vagy sem? Ez itt a kérdés. Mi bevetettük az egyik legkorszerűbb budapesti labor teljes fegyverzetét, ahol többek között kiemelten foglalkoznak víz, talaj, levegő, hulladék és élelmiszer vizsgálattal, rendelkeznek orvosdiagnosztikai laboratóriummal és termékminősítéssel is foglalkoznak. Kíváncsi vagyok, hogy egy komoly tudományos laboratórium mit kezd azzal a ténnyel, amikor az adalék flakonján azt olvasom, hogy 95% izopropil alkohol, és a maradék 5% pedig valamilyen titkosított szabadalom alapján készített hatóanyag. Hát egy laboratórium, egy tudományos laboratórium megpróbálja megmondani, hogy mi van ebben a mintában. Izopropil alkohol tartalma, és valami még van 5%-ban, tehát megpróbáljuk ezt műszeres analitikával, vagy esetleg klasszikus analitikával megmondani, hogy ez mi. Amire egyébként még itt van utalás a flakonon, azt írják, hogy valami nanotechnológiás módszerrel készített hatóanyag. Ez mit jelent? Hát vegyük elő a biztonsági adatlapját, és nézzük meg, hogy van-e erről több információ. Uh-huh. Nanotechnológiával kezelt oxigén és hidrogén 2-5%, és izopropil alkohol 95-98%. A nanotechnológiával kezelt oxigén és hidrogén, hát... Ez olyan bűvszó? Tehát valami, amiről nem lehet tudni, hogy micsoda? Természetesen működik nanotechnológia, természetesen ez egy komoly tudományág, komoly tudományos sikerekkel. Én ebben a kategóriában, ahova ez a termék tartozik, én azért egy kicsit elmosolyodok, hogy valójában itt nem szokás nanotechnológiát alkalmazni. Azért csak nézzük meg, hát ha lefagy a mosoly az arcunkról. Mert miért ne lehetne űrtechnológiát alkalmazni mondjuk egy vasalóban, ha van, aki megfizeti? Megtaláltuk az oldószerként alkalmazott izopropil alkoholt 99%-os koncentrációban. Ez az alkohol az etilalkohol testvérpárja, annyiban, hogy nagyon jól oldódik vízben, és jól oldódik szerves anyagokban is. Alkalmazzák az etilalkoholt az üzemanyagokban, hát ezek a bioetanolok. Most azért fontosak ezek az anyagok, mert oxigént tartalmaznak. Ha arra gondolunk, hogy az alkoholok közül az etilalkoholt, mint bioetanolt, 3-4%-ban adagolják az üzemanyagokhoz, az üzemanyag előállító cégeknél, akkor én azt gondolom, ez egy elenyésző mennyiség. Jó, tehát akkor az alkoholt azt kivégeztük, marad ez a bizonyos hatóanyag.
Én azt gondolom, hogy alkalmaztak egy divatos szót, ami a termék forgalmazhatóságát segíti. Akkor marad a kérdés, hogy érdemes-e töltögetni ezt a most már igazoltan csak tisztító hatású folyadékot. Tessék eldönteni. De azért azt vegyék figyelembe, hogy a vegyszerboltban ugyanezt az 1 liter vegytiszta propanolt körülbelül 1000 forintért vásárolhatják meg, az adaléknak literje pedig 12.000 forint körül van. Na de nézzük csak, hogy áll a kútfúrás. Áruljuk el a nézőknek, hogy nem csak a kertemben találtuk meg az ideális kúthelyet, hanem a vele szemben lévő elhagyatott gyümölcsösben is kimértük a vízerek helyzetét. Én azt javaslom, hogy ott keressük a vizet, itt pedig Tibor mutasson nekünk egy olyan helyet, ahol biztosan nincs vízér. Tehát itt fúrjunk mellé. Jó. Tehát akkor egy olyan területet nézünk, ahol vízér nem halad keresztül. Itt valószínűleg nem találnánk vizet. Tehát akkor ez egy száraz pont? Ez egy száraz pont, az egy 3 ér kereszteződést mutató pont, ami nagy valószínűséggel elég szép mennyiségű vizet rejt magába. Itt meg szerintem nem találunk semmit. Hármas! Persze kíváncsiak voltunk a másik oldal, a földtudományok, a geológia, a fizika véleményére is. Ezért, és hogy legyen egy konkrét mérésünk, kontrollként elhívtuk a geofizikusokat. Ez egy egyenáramú geelektromos ellenállás mérés, amely jól használható a vízkutatásban, mivel a kis ellenállású agyagos képződményeket el lehet különíteni a víztartó homokos, kavicsos képződményektől. A felső kicsikét lazább összlet alatt kb. 30-40 méter mélységig homogén, homokos, agyagos összlet várható. Tehát van valami vékony kis talajtakaró, és az alatt ott van a kisceli anyag. Valószínűleg ez a kisceli anyagnak valamilyen homokosabb formációja lesz. 25 ohméteres ellenállás az nem kifejezetten agyag ellenáll. A háttérben viszont ott működik a fúró, és hogyha a fiúk találnak mondjuk 10 méteren egy vízadó réteget, azt hogyan tudjuk magyarázni? Lehetnek a kisceli anyag felszínén olyan repedezett zónák, amelyekbe össze tud gyűlni a víz. De ez jelentős vízmennyiséget nem eredményez. Én nem tartom valószínűnek. A tudományos oldal a geofizika tehát nem sok jóval kecsegtet. Mondanom sem kell, én most inkább a vízér keresőnek drukkolok, holott tudom, hogy a vízerek létét sokan kétségbe vonják. Na de erre még visszatérünk. Remélhetőleg már a csendesen surrogó kerti slaggal a kezemben. Addig is jöjjön egy újabb vizes téma. Az egészség megőrzés egy merőben új, és hát, hogy is mondjam, elég meghökkentő módszerével fogunk megismerkedni. Egy egyszerű lábáztatással ez a kis műszer megszabadít minket a toxikus anyagoktól. Helyezzük üzembe a berendezést. Az útmutató alapján tegyünk sót a vízben egy kanállal, keverje el. Helyezzük bele ezt a szerkezetet, és tegyük fel a csuklópántot. Nedvesítsük meg. Uh-huh. Húzzuk. Így, elég nedves, kész. És akkor kapcsoljuk be a berendezést. Egy 30 perces kúrát javasolnak. Az ön diagnózisát a papírról fogjuk leolvasni. És én, mint kémikus, pedig elemezni fogom ennek a kémiáját. Jó, tehát barna túlcsa, fehér csapadékkal. Fehér csapadék, barna túlcsa. Az értékelő papír szerint önnek a következő problémái vannak. Látunk fehér színt, önnek nyirokrendszerből allergiája van, a barna pedig máj túlzott dohányzás, dohányzik? Nem. És zsírlerakódás. Önön van zsír? Nagyon sportosnak tűnik. Most be fogom mutatni, hogyan működik ugyanez a rendszer ön nélkül. Ugyanezeket a betegségeket elő fogja csalni a színek alapján, úgyhogy nem is lesz itt ember. Pontosan. Nézzük, mit kell csinálnom. Fel kell állni, kiemelni a lábát és kicseréljük a vizet. Igen. Jaj, pedig már olyan szép beteg voltam. És akkor most nézzük meg a valós kémiai folyamatokat. Ennek a vezetéknek semmilyen funkciója nincs. Egyszerű elektrolízisről van szó. Ez itt egy elektróda. Egy anód, katód, megfelelő feszültséget adva rá, be fog indulni a kémiai folyamat, és vas 2-hidroxid fog leválni fehér színben, ami átalakul
vas 3-hidroxid rozsdává. Ezt fogjuk látni. A lábát bizonyos áramerősség éri. Ez az áram rövidre záródik a másik lábán keresztül. A méréseink szerint ez néhány mikroamper. Ez a néhány mikroamper nem elegendő ahhoz, hogy toxikus fémeket, vagy bármilyen káros anyagot kicsalogasson a szervezetünkből, ez semmi másra nem való, mint arra, hogy a testnedveinkben, vérben és szövetekben elindul egy nagyon pici ionáram, tehát körülbelül ez akkora lehet a maximum, mint egy normál, egyszerű izommozgás. Ha sportolunk, akkor sokkal többet érünk el. Megfogadtam Mária tanácsát, és a lehető legegyszerűbb módon fejlesztem magamban a bioáramot. Kocogok. Méghozzá nem is akárhova, a környező kupolás hatalmas épület pincéjébe, ahol van valami nagyon meglepő dolog. Az ország első számú épületébe, illetve annak alaksorába léptünk be. A létra pedig elengedhetetlen kellék ahhoz, amit mutatni szeretnék. Megérkeztünk. Mit gondolnak, mi ez? Nem csillár. Na jó, ne találgassanak, elárulom. Ez a készülék a környező falakat szárítja. Szerintem senki nem fog találgatni, de ez a jó. Sanyi, figyelj! Egyébként itt is van egy ilyen. Milyen? Hát egy ilyen falszárító készülék. Nem mondod mi? De, komolyan, ott van. Hol? Nézd meg. Hát a folyosón. Aj, ne bolondozz már. Na, ez a jó, 12.31-től. Bizony, operatőrünk lakásában is, ahol ezt a filmet vágjuk, ott fityeg a falszárító berendezés. Ez már elég ok ahhoz, hogy ellátogassak a műszaki egyetemre, honom alatt egy búrájától megfosztott csodatévő szerkezettel. A feladat pedig a következő. Itt van ez a titokzatos szerkezet, és próbáljátok meg kitalálni, hogy ez mi és hogyan működik. Az mindenki látja, hogy itten tekercsek vannak. 1, 2, 3, 4 darab tekercs van. Jól ismert szabályai vannak ezeknek az áramköri analíziseknek. Hát ez a 3, 4 tekercs, az 1 tekercs. A kapcsolási rajzon a tekercsek mellé felkerül a hengerkondenzátor, a hozzácsatlakozó drótpárok, aztán jön az egyszerűsítő séma, majd végül a felismerés. Ez egy rezgőkör, és a rezgőkörön ez a drótpár, az úgynevezett layer vezeték. Ebből nem derül, hogy ezt mire használják, mert nem látok energiaforrás, meg semmit. Ennek 30 méter hosszúnak kéne lenni. Ez a 20 centin, ez nem fog semmit se csinálni. A felhasználók véleménye azonban eléggé határozott. Vizesre lesz fel a fal. Ezért kívülről a lábazatot leverettem, és fölrakadtam ezeket a falszárítókat. Teljesen megszűnt a nedvesedés. A mérések mutatták, hogy szárazabb a fal. És hasonló készülék található a Tudományos Akadémia Miskolci székházában is. Az interneten gyorsan megtaláltuk a készüléket, a nemzetközi oldalakon ott a magyar parlament képe, mint igazolt referencia. Az pedig több, mint érdekes, hogy a készülék működési elve leírója szerint is csak hipotézis. Most már veled is fair módon játszunk, tanár úr, mert hogy kiderült, ez egy falszárító készüléknek a lelke. Megvilágosodtál-e, megtudtad-e, hogy hogyan működik? Most még nagyobb zavarba vagyok, mert a véleményem nem hogy megváltozott, hanem még inkább határozottan az, hogy ez a leírás szerint nem működhet. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy azt olvassuk a leírásban, hogy ez valami módon energiát vesz fel a környezetében, és utána azt kisugározza, teljesen érthetetlennek tartom tudnilik. Hogyha nagy elvekből indulunk ki egy ilyen rezgőkör, amennyi energiát fölvesz, maximum annyit itt kisugározni. Vannak még veszteségek, ugye, mert ezek véges ellenállásak. Magyarul, ha fölvesz energiát, akkor annál kevesebbet ad le. De akkor sokkal egyszerűbb, ha nem tesszük ezt oda, mert akkor annyi energia van a környezetében, ami enélkül is lett volna. Tehát egyszerűen érthetetlen ennek a készüléknek a funkciója.
Mint kiderült, a leírásból ez nem egy elektromágneses hullámokat vevő és leadó készülék, hanem egy másfajta hullámot. Az a másfajta hullám, amit pedig leírnak az interneten, az meg egyszerre nem létezik. Ez olyan dolog, mintha azt mondjuk, hogy létezik ember, meg létezik ló, és kentaur meg nem, egy biológus nem azt fogja válaszolni, hogy a tudomány mai állása szerint kentaur nincsen, hanem azt mondja, hogy kentaur nincs, mert nem is lehet. Én szerintem ez egy ilyen kentaur, az a gravomágneses hullám, hogyha kimondtam ezt a csúnya szót, hát ilyen nem létezik. Jobbra is, meg balra is kút fúrok, a kérdés pedig, hogy lesz-e kút a kertemben, és ugyanakkor kérésünkre sikerül-e csontszáraz lyukat fúrni a szemközti telken. Lesz víz, vagy nem? Hol lesz és mennyi? Most meg ez a kérdés. Mester úr, valami csobogást hallok. Jól hallom? Hát igen, ahhoz képest, hogy egy meddő száraz lukat szerettünk volna ide fúrni, ehhez képest nagyon hamar találtuk ezt a vizet, és már 7 méternél kezdődött. Ehhez képest még följebb is jött, nyomás alatt van a víz, úgy néz ki, már följött 6 méteres szintre a vízszintünk. A kérdés, hogy milyen mély ez a vízadó réteg? Hát ez a vízadó réteget, ezt még nem fúrtuk át teljes szelvénybe, még jelenleg is ebben a rétegben vagyunk benne. Szerintem nem fogunk ennél intenzívebb vizet találni. Hát az első záró rétegig kicceli szürke agyagig szeretnék lemélyíteni a furásra. Megvan a 2 kút a kertemben és itt a gyümölcsösben, most pedig a mindent eldöntő karotás vizsgálat. A fúrásba megkeressük azokat a vízadó rétegeket, ahonnan a víz jöhet, illetve vízzáró rétegeket. Megnézzük, milyen mélyen helyezkednek el a vízadó rétegek. A kútfúróknak javaslatot adunk, hogy hová rakják a kútban a szűrőt. Ez a szonda, ez egy kicsit belelát a rétegekbe is? Így van, nem nagy mélységre, de körülbelül körkörösen egy ilyen fél méteres környezetből szerzi az információt. Amíg tart a karotás vizsgálat, ismerkedjenek meg ennek a kiskunhalasi háznak a tulajdonosával, aki vásárolt valamit, hogy csökkentse a fűtésszámláját, de egy szakember felhívta a figyelmét arra, hogy mindez merő szemfényvesztés. Mivel a vita interneten folyt, célszerűnek látszott egy személyes találkozó, egy őszinte leleplezés, amelyről persze mi sem szerettünk volna lemaradni. Egy átlagosnak tűnő szituáció, Kiskunhalason vagyunk egy családi ház pincéjében, ahol egyébként a ház fűtését biztosító kazán is található. És ami különleges, hogy erre a kazánra a tulajdonos az interneten körülnézve felszerelt egy mágnest. Egy olyan mágnest, amitől azt reméli, hogy ezáltal a kazán kevesebbet fog fogyasztani, kevesebb gáz ég el. Többféle paramétert mérünk, füstgáz elemzővel a füstgáz összetételét vizsgáljuk, a füstgáz hőmérsékletét, a fűtővíz előremenő és visszatérő hőmérsékletét, valamint a kazán égőjének a fúvóka nyomását. És ezt megvizsgáljuk úgy, hogy föl van téve a mágnes a kazára, illetve nincs föl téve a mágnes a kazára, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy változik-e valami paraméter a mágnes hatására. Akkor indítom a mérést. Most már mérem az adatokat, és most bekapcsolom a kazánt. A füstgáz hőmérséklet elkezdett emelkedni. A füstgázban a maradék oxigén elkezdett csökkenni, a széndioxid elkezdett emelkedni, illetve a nitrogén, oxidok és a szénmonoxid is elkezdett emelkedni. És akkor most figyeljük és várjuk, hogy az értékek úgy stabil állapotba beálljanak. Melyik gázra érdemes figyelni? Tehát a legfontosabb ebből a szempontból az oxigénnek az értéke. Ezt kékkel látni? Ezt kékkel látni itt, illetve itt a pillanatnyi értékét. Alaposan leesett, de most szinten van. Ez azért fontos, mert ebből lehet látni, hogy tulajdonképpen mennyi égéstermék ég el a kazánba. Ebből lehet következtetni. Tehát ekvivalens ez a mennyiség az elfogyasztott gáz mennyiségével. Igen. Közben itt a 2 műszeren mutatom. Ez az előre menő vízhőmérséklet, ez pedig a visszatérő vízhőmérséklet. 41 fokos és 31 fokos durván. Tehát igen.
10 fokot lead valahol útközben. Igen. És ez jó hatásfok? Ez jó. Mit várunk ezektől az adatoktól? Hát most azt várjuk, hogy stabil értékre álljanak be ezek az adatok, és akkor levesszük a mágnest. Uh-huh. És megnézzük, hogy változik-e valami. Tehát mi elsősorban a változásra, vagyunk kíváncsi. Mi változik, milyen irányban és miért? A füstgáz hőmérséklet az most stabilan 107 fokra beállt, az oxigén 9,6%-ra. Úgyhogy most már azt lehet mondani, hogy kialakult egy stabil állapot. A fűtővíz hőmérséklete az kismértékben emelkedni fog folyamatosan, ahogy a rendszerbe fordul meg a víz, tehát ahogy fújti fel az épületet a kazán. Én azt várom a gyártó magyarázata alapján, hogy amikor leveszem a mágnest, akkor a maradék oxigén értékének a füstgázban emelkednie kellene. De megnézzük, hogy egyáltalán valamilyen paraméter változik-e. Mi pedig vártuk türelmesen azt az apró jelet, mely a mágnes hiányára utal, de sajnos... Tehát értékelhető változást nem látunk a képernyőn. Vajon mennyi idő után kell észrevenni valamilyen változást? Ezt a feltalálójától kellene megkérdezni. Most azt kellene csinálnunk, hogy visszatennénk a mágnest. Visszahelyeztem a mágnest. Műanyag kötözővel rögzítem, ugyanúgy, ahogy volt, és akkor figyeljük a műszereket, hogy van-e jelentős változás. Ha fent van, akkor... Most pedig újra nézzük, keressük a hatásfok javulásának jeleit, de a kazán csak pöfög, a gáz ugyanúgy fogy, szakemberünk pedig lassan kénytelen levonni azt a nem túl izgalmas következtetést, hogy... Ez a mágnes, amit fel van szerelve, ez nem... kimutatható változást nem okozott a kazán üzemébe, így a fogyasztásában sem. Elég volt az izgalomból, ugorjunk ki a piacra. Látják, kinek itt, kinek inkább amott fut össze a nyál a szájában. Minden esetre mindannyian azért járunk ide, hogy szemet gyönyörködtető élelmiszereket vásároljunk, és aztán mindezt meg is együk. Persze itt már felmerül az emberben, biztos, hogy egészségesen táplálkozom? A paprika például ez nem annyira jó, mint a paradicsom, de a... Nézzék csak ezt a speciális módszert. Nem az enyémet, mert az a hagyományos. Kézbe veszem, szívem szerint jó nagyot bele is harapnék, Várhegyi úr viszont radiesztéta. Neki elég elhúzni felette a tenyerét, vagy előkapni zsebéből a nagy feltűnést keltő pálcát. Na, ettől kezdve az egész piac már lopva minket figyelt. Amikor kijövök a piacra, én általában nagyon bizonytalan leszek, mert egy átlag ember általában úgy választ, hogy mennyire szép ez a termék, mennyire kívánatos, érett, de vajon azt meg lehet-e mondani, hogy mennyire egészséges? Például, ha ezzel a pálcával most itt nézném, akkor rákérdezek arra, hogy melyik jobb nekem, már bocsánat. És ez bemozdul, tehát azt mutatja, hogy jó. És például a hölgy is ebből választott, és ez a jobbik szilva. Jól választott. Ez a jobbik szilva, annak ellenére, hogy ő nem radiesztéta, nem használ pálcát, nem húzza fölötte el a kezét. Akkor én is szeretnék ebből egy keveset választani. Ez tehát a jobbik szilva. Van-e olyan termék, termény, akármi itt a piacon, amivel radikális különbséget lehet tenni szilva és mondjuk a másik termék között? Hát én vegetárián is vagyok, és én a zöldségeket, gyümölcsöket imádom, meg a növényeket is, de például én a húsokat már nem csak a pálcával, meg a kezemmel, a testemmel érzékelem, tehát akkor a radikális különbség van egy állati asztál energiákat sugárzó vagy tartalmazó termék között, mint egy zöldség vagy gyümölcs között. Tehát a húsoknak úgynevezett asztrál energiájuk így van. Így van, asztrál, és ez mérhető. Ezt ugye nem tudjuk pontosan mi, de hogyha mérhető, akkor tegyünk egy kísérletet. Jó. Vegyünk ringlószilvát, méghozzá a jobbikból, vegyünk valamilyen húst, aminek asztrál teste van, és próbáljuk meg kimérni. Hogyha ez sikerül, akkor a maga az asztrál energia, maga a jelenség az igazolva van. Ha nem sikerül, akkor tulajdonképpen megkérdőjelezhető. Ebben maradhatunk? Maradhatunk. Állok elébe ennek a kísérletnek. Itt vannak a húsok. Most áruljuk el, hogy melyik az a hús, aminél be fog jelezni a pálca? Hát a sertéskarajnál. De miért pont annál?
Hát mert most arra kérdeztem rá, hogy melyik az, aminek legnagyobb az asztrál energiatartalma, tehát amit, ha én húsevő lennék, biztos, hogy nem vennék meg. Ami a legkárosabb lesz a számomra, és van. Az a sertéskaraj. Sertéskaraj. Ebből a karajból kérnék szépen éppen annyi mennyiséget, mint ez a szilva. Legyen. Kellemes fél kiló környéken. Fél kiló sertéskaraj. Vannak itt füstölt, meg feldolgozott termékek is. Azok is olyan károsak, vagy asztrál energiatartalmúak? Tartósítás folyamán, illetve füstölés és tárolás folyamán veszít az asztrál energia értékéből. Köszönjük szépen, más nem lesz. 645-ös lesz. Kicsontozza, majd maradjon így. Maradhat a csont benne, ugye? Maradhat a csont benne. Köszönöm. Most odaadom a szilvát, én megfogom a húst, és nézzük meg, hogy milyen biztonsággal működik az asztrál erő felismerése. Akkor, hogyha pontosan tudja, hogy mi az, aminek a hatását méri. Tehát jelen esetben ugye látjuk a húst is, látjuk a szilvát is. Akkor Várhegyi úr, járjuk le néhányszor, és nézzük meg, hogy a pálca ugyanazt mutatja-e, mint a csarnokban. Ugye azt várjuk, hogy a húsnál mozdul el a pálca, mert azt a kérdést teszi fel neki, hogy... Hogy van-e asztrál energiateste? Asztrál energiateste a húsnak van. És a hús fölött elmozdul a pálca, a gyümölcs felett pedig nem mozdul el. Tehát működik, a pálca biztosan mutatja, hogy hol van asztrál energiasugárzás. Most pedig takarjuk le, és nézzük meg, hogy működik-e ugyanúgy. Működik. Igen. A statisztikus értékeléshez ezt a kísérletet legalább 20-szor kell elvégezni vakon, és én egy érme feldobásával fogom meghatározni, hogy mikor, melyik oldalra kerül a hús, és a másik oldalra pedig a szilva. Egy 20 forintos érme lesz a segítségemre. Mondjuk, amikor fejet dobok, akkor minden alkalommal nekem jobbra, ezzel a tányér alá rejtem majd a húst. A kísérletet végző személy egészen távol, nekünk háttal áll, tehát ő gyakorlatilag nem látja, hogy itt mi történik, legfeljebb hallja, de majd nagyon csendes leszek. Hát akkor kezdjük. László, kérem szépen, mérjünk egyet. Igen. Igen, tehát hol található a hús? A jobb oldalon. Köszönöm szépen. Fáradjon a helyére. Jöhet László, és mondom önnek is, hogy a hangokra abszolút ne hagyatkozzék, nyilván nem is teszi, mert én mindig rakosgatom ezeket a tányérokat. Ott van a hús, köszönöm. Az ilyen szituációkban általában a kísérletet vezető személy szokta elárulni magát, tehát nagyon vigyázok magamra, hogy nehogy eláruljam. De hát akkor jön a következő. Várhegyi úr egyébként igazi szakértője a témának. Mérnök, radiesztéta, bioenergikus, fitoterapeuta és életmód tanácsadó. Tagja a Magyar Természetgyógyászok Szövetségének és Tudományos Egyesületének is. Hát ez eléggé egyértelmű. Köszönöm. Megnézzük. És akkor nézzük az utolsót. Itt köszönöm szépen, ne is menjen el, mert megvolt a 20 kísérlet,
és az utolsó az ráadásul talált is, hogy a többi talált vagy nem talált, azt mindjárt összesítjük. Ha 10 esetben találta el, akkor ez teljesen véletlenszerű. Ha 10-nél többször, akkor viszont már hívjuk a statisztikát segítségül. 20-ból 13 találat volt. Mielőtt felületesen ítélnénk, kérdezzük meg erről az ELTE statisztikusát. Ugye egy 20-as tesztnél azt gondolnánk józan paraszti észre, hogy mondjuk ha 10-szer találta el, hát akkor az még véletlen. Ha 11-szer, talán még az is. De mit mondjuk a 12, 13, 14-re és így tovább? Itt segít a statisztika. Ugye először is nézzük meg ezt a valószínűség eloszlást, ami azt mutatja, hogy egy véletlenszerű esetben a 20 kísérletből milyen valószínűséggel jönnek ki az egyes találati számok. Látjuk, hogy a 10 a legvalószínűbb, a 9, a 11 hozzá közeli, ezek 15-16%-os valószínűségek, és bizony a 12-13 nem sokkal marad el ezek mellett. Akkor lépnénk ezen túl, hogyha ebből a 20-ból legalább 16 találata lenne, akkor már nagyon nagy valószínűséggel állíthatnánk, hogy van valamilyen különleges képessége az illetőnek. Tehát a mi esetünkben a 13 találat az a véletlenszerűségnek feleltethető meg. Nem volt semmilyen különleges képesség a háttérben. Legalábbis nem bizonyosodott be, nem hogy bizonyosodott van be, hogy van. Ezért kell sokszor elvégezni a kísérletet. Minél nagyobb a kísérlet szám, annál pontosabb becslést tudunk mondani. Ugye 100 kísérletből már, hogyha 60-szor járt volna sikerre, már sokkal biztosabban állíthatnánk, hogy igen, ő tud valamit, ő jelentősen eltér attól, amit a véletlenszerűségnél vár. Hát akkor tessék kísérletezni, de főleg tessék tesztelni és kísérleteztetni. De az önök türelmét viszont nem akarom tovább tesztelni. Elég volt a tudomány fellegváraiból. Nézzük végre a kútfúrás eredményét. József, mivel minden szál az ön kezében futott össze, most nagyon remélem, hogy segít az eredmények kiértékelésében is. Ugye induljunk ez alaptézisből. Azt mondtam, hogy szeretnék ide a kertembe egy kutat, egy jó vízhozamú kutat, és ugyanakkor fúrjunk egyet találomra itt a szembeni gyümölcsösben, ott viszont keressük meg a kútfúrásra alkalmas helyeket, de ne ott fúrjon a kútfúró, hanem ott, ahol biztosan nincs víz. Az egyes fúrásnál, ahol az volt a feladat, hogy ugye olyan helyet keressünk, ahol nincs víz, 12 méter mélységig lett lefúrva, és egy 5-10 liter per perces víz hozamú kutat lehetne csinálni. Itt valószínűleg nem találnánk vizet. Itt valószínűleg nem találnánk vizet. Uh-huh. Tehát akkor ez egy száraz pont? Ez egy száraz pont. Tehát találtunk vizet, méghozzá nem is keveset. Hát a helyhez képest nem kevés víz. Uh-huh. Utána ugye átjöttünk a másik területre, és itt 21 méterig fúrtunk. Itt lenne célszerű megfúrni a kutat. És ön ezért kezeskedik? Idáig még megvolt mindenhol a víz, tehát 100%-os eredménnyel. Sajnos csak egy olyan nagyon minimális mennyiségű víz, 1-2-3 liternyi per perces hozam várható, ez ugye időjárás függő talajvíz. Itt igazából vízzáró réteg az bőven van, de vízadó réteg az csak nyomokban. Ön, ha jól tudom, alkalmaz is ilyen vízérkereső embereket. Igen. Mi lehet az oka, hogy itt ennyire mellé fogott? Tehát, hogy pont fordított helyzetet kaptunk, mint amit ő jósolt. Én alkalmazok ilyen vízkereső embert a saját munkáimnál. Részben a tulajdonosoknak a megjutatására is, hogy van víz. Itt sajnos nem jött be. Sajnos nem jött be. Ezt utoljára talán az iskolapadban hallottam, amikor a matek tanár elvette a puskámat. Mellesleg pont így érzem most magam. Az ember tudása jelentős részét az iskola nevű intézményben szerzi. Én is itt koptattam a padot, és tanáraimtól, tanulmányaimból szereztem egyfajta kritikus szemléletmódot. Gondolkodom, kétkedem, amíg meg nem bizonyosodom. De hát kétkedjünk együtt. Jöjjenek és látogassunk be egy nem mindennapi tanórára. Meglátják, megéri. Akkor szervusztok, Raskó Gábor vagyok, és szűz. Igen, ezt nehéz így elmondani egy ilyen közönség előtt egyébként. Van, amikor néma csönd fogadja ezt, van, amikor hangos kacaj, de azért nem olyan vészes ez a dolog. Nem tudom, valaki sejti-e, hogy az évnek melyik szakában születtem? Igen?
szeptember, augusztus, ilyeneket hallunk. Igen, valószínűleg augusztus 24-e és szeptember 23-a között születhettem, a szűz jegyében ma az asztrológia szerint, és egy kicsit ezt a témát szeretném veletek körüljárni. Egyébként idefele még egyszer elolvastam azt, hogy mit is mond a szűzekről az asztrológia, és azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenül talál rám, tehát ilyen kritikus szemléletű ember, meg sokat kutakodik, meg utána ez, és mindig ezt vágják a fejemhez, hogy tipikus szűz vagyok. Tudjátok-e azt, hogy mi is ez az egész rendszer, ez az asztrológia? Egy több ezer éves tudománynak nevezik, vagy egy ilyen világszemlélet. Azt mondják, hogy az szerint, hogy hol állt a nap és a bolygók akkor, amikor mi éppen születtünk, az befolyásolja az egész életünket. Én úgy gondolom, hogy ez egy elég merész állítás, pláne, hogyha azt nézzük, hogy éppen egy fizika teremben ülünk, akkor megkérdezhetnénk, hogy hogy is történik ez a hatás, ugye, hogy hathat rám mondjuk a Plutó bolygó, vagy a Jupiter, vagy akár egy távoli csillag. Vajon a Jupiter hat-e rám most itten erősebben, vagy... Szebi. Szebi vagy a Jupiter? Hát na, Szebi sokkal erőteljesebben hat rám, mondhatni vonzó hatással van rám, sokkal inkább, mint a Jupiter, ugye? Tegye föl a kezét, aki néha meg szokta nézni, hogy mit mond a horoszkópja aznap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen. Oké. Tényleg befolyásolja a sorsunkat az, hogy hogy állnak a planéták, vagy ez csak egy olyan játék, amivel elszórakozunk, hogy én milyen jó pofaságokat írnak? Én úgy gondolom, hogy a bolygóknak a helyzetéből és a csillagoknak a helyzetéből igenis következik valamiféle jóslat, vagy valami hasonló, amely meg tudja határozni azt, hogy az ember esetleg egy kicsit másképp viselkedjen, mint ahogy szokott, de nem hiszek abban, hogy ezt emberi észre esetleg valahogy fel lehet fogni, és ebből valami következtetést lehessen levonni. Szerintem, hogyha az ember elolvassa a horoszkópját, az akaratlanul is befolyásolja a tettei. Azok használják rosszul, akik megpróbálnak aszerint cselekedni, amit ott olvastak. És tényleg úgy indul a munkába, az iskolába, hogy neki igenis rossz napja lesz, mert mint egy önbeteljesítő jóslat úgy fog funkcionálni ez a horoszkóp. Nem minden nap olvasok horoszkópot, de nekem be szokott jönni. Hiszek abban, hogy a bolygók állása igenis befolyással van a sorsunkra a születésünk pillanatában. A saját tapasztalatom alapján nekem a bikák jönnek be. Nekem van olyan ismerősöm, aki bika, és igen, nagyon is tetszik. Nincs esélyem, mert szűz vagyok, de gabika vagyok, ugye? Tehát esetleg mégiscsak bejöhet. Egyébként ez egy nagyon jó érvelés volt, azt kell, hogy mondjam. Tehát én szkeptikus vagyok a magazinokban megjelent horoszkópokkal kapcsolatban, mert nem hiszem, hogy ezeknek bármi köze is lenne a valódi bolygóállásokhoz és csillagjegyekhez. Ugyanakkor azt sem hiszem, hogy az embereket 12 csoportra lehetne bontani azt szerint, hogy éppen milyen hónapban születtek, vagy milyen a csillagjegyük. És szerintem ezt sokan kihasználják, és mások naivságán nyerészkednek, úgymond ezzel. Sokkal inkább adódik valakinek a neveltetéséből és a genetikai állományából, hogy belőle milyen ember lesz, és milyen tulajdonságok határozzák meg a személyiségét, mint a horoszkópjából. 3000 év óta csinálják ezt a dolgot, és nagyon sok ember azt mondja, hogy a csillagok már pedig befolyásolnak minket, tehát adjuk meg az asztrológiának a lehetőséget, ugye? Nem tudunk más csinálni, mint hogy leteszteljük ezt a dolgot. Gábor talált egy fiataloknak szóló és még nyár elejé horoszkópot, amely minden asztrológiai jegyre megjósolta, hogy kinek milyen lesz a nyara. Gondolta, érdekes lehet megnézni, hogy találtak-e a jóslatok. Hogy elfogulatlan legyen és főleg matematikailag ellenőrizhető, elkészítette a csillagjegy jóslatok kódolt változatát, amelyeken már csak az ABC betűi szerepeltek. Abból indult ki, hogy ha az asztrológia működik, akkor nagyobb valószínűséggel ismerik fel a fiatalok a jóslatokból a velük megtörténteket, mint ha véletlenszerűen választanának. Szerintetek a elvégzett kísérletünk alapján, hogyha az asztrológiában semmi igazság nincsen, tegyük föl, legyen ez a hipotézisünk, hogy nem igaz, nem működik, csak teljesen véletlenszerűen válogattatok a szövegek között, akkor szerintetek hány találatnak kellene lennie? Akkor esetleg hibehúva egy véletlenszerű, de nem célzottan. De nem nulla találatot, ugye? Nem nulla, de maximum 3 szerintem. Hogyha 10 fölött lenne találat, akkor az nagyon erősen arra utalna, hogy ezek a leírások elég jól határozták meg
a nyaratokat előre. Nem azt az asztrológiát ellenőriztük le most, amelyik személyre szabottan készül, hanem azt, amit az emberek 99%-a használ, azt, amit az újságban és az interneten találunk. Összeszámoltuk, és az derült ki, hogy 25 esetben volt hibás találat, és 2 esetben volt jó találat. Egyébként elmondom, hogy egy bak és egy szűz találta el. És kérdés, hogy őket jobban írta le az asztrológia, vagy a véletlen játéka. Hát az előbb kiszámoltuk, ugye, hogy a véletlen pont ilyen eredményt hozna. 2, 3, 4, 1 találatot. Tehát ez a tesztünk, ez azt mutatta, hogy az asztrológia nem írta le helyesen előre júniusban, hogy milyen lesz a nyaratok. Hozzátenném, hogy ez persze egy játék volt. Igazából beszerettük volna nektek mutatni, hogy hogy lehet tesztet végezni ilyen dolgokkal, amelyekről az emberek zömében úgy gondolják, hogy nem lehet tesztet végezni. Nem csak a horoszkóp, az egész film játék volt. Azért van tanulsága. Az ember általában szereti megtapasztalni a környező jelenségeket. Persze azért azt is gyakran elfogadja, amit embertársaitól hall. Mert egy közösségben nem célszerű mindig kételkedni. Persze azért, és remélem ezt filmünkkel sikerült bizonyítani, néha nem állt.